Nagy szeretettel köszöntjük a VNTV-a, vagy Mi van attól a televízió kedves nézőit. Egy nagyon régi adássorozatunkat szeretnénk újra feleveríteni, a Lelkedből zenélek című sorozatot. Sárik Péterrel beszélgetünk. Szia, Peti! Szia! Épp nézegettük, hogy 8 vagy 9 éve jártál nálunk, az az nagyon régen volt, és az idő alatt sok otta lefolyt a Dunán, hogy valami nagyon olcsót mondjak, és ma igazából az az aktualitása a beszélgetésünknek, hogy minden szakmának megvannak a maga iparosai, meg megvannak a maga művészei. És a művész szó alatt talán azt értjük, hogy amikor intuícióval tud valamihez hozzányúlni, vagy a másik, amikor nagyon ügyesen iparosként megtanulja is, és pöcsög a zongorával, stb. És ezt összekötve egy olyan dologgal, hogy most, amikor igazából kell a lelki erő, a lelki felemelkedettség ebben a nehéz időszakban mindenkinek, akkor a zenészek körében is, aki inkább tud az Istenhez szólni, meg aki csak egy ügyes zenész volt, ezek között valamilyen módon szétválás fog. Nem tudok jó szavakat, de majd te segítesz ebben, hogy éled meg ezt a mostani időszakot, hogyan programozod magad, hogy mégis folyamatosan pozitív tudjál maradni, de nem is jó az a pozitív rá, hanem az, hogy állandóan a lelked, a szívtérbe tudjál dolgozni, és ebből kiesik az, hogy viseli azt az időt, amikor nincsenek fellépései, igazából semmiféle anyagi forrása nincsen, stb. És összeesnek, összerokkannak. Nagyon sok zenésztársról hallunk mostanában, aki nem igen viseli jól ezeket a mostani időket. Hát igen, alapvetően azt veszem észre, hogy minden művésznél kettő tábor van. Az egyik tábor, ahol én nem tartozom, az azt mondja, az a hitvallása, hogy egy művésznek az a feladata, hogy visszatükrözze a mai kort. A másik tábor meg azt mondja, hogy ahova én tartozom, hogy próbálok lejjebb vagy feljebb nézni, és nagy szavakat fogok mondani, de visszaigazolta ezt már a közönség sokszor. Reményt adni, vagy felemelni egy koncerten, vagy egy lemezzel a hallgatóság lelkét. Pontosan nem azzal foglalkozni, avval a szinttel, amiben most vagyunk, hanem valahova fölfele menni. Ugye az elsőben az is nagyon csalóka, hogy azt mondja, legyen az bármikor a művész, hogy én most vissza akarom tükrözni a világot, de ezzel azt feltételezi, hogy mindenkinek ugyanaz a világa. És ugye ez számtalan példa van arra, hogy egymás mellett mentek az úton, és te teljesen más látsz abból a világból, én speciál próbálok eléggé tájékozott lenni mondjuk politikailag, ami nem túl szép területe az életnek, vagy gazdaságnak. Szóval próbálok materialista maradni, az is, hogy ugyan egyensúlyban legyek, de ennek ellenére ezt megpróbálom eltenni valami nagyon messzi, mert nem akarom hagyni, hogy lehúzzon ez a dolog. Na most ez a két csoport szerintem itt még inkább szétválik egy ilyen helyzetben, mert valahogy nincsenek tartalékai az elsőnek. Tehát azt gondolom, hogy aki mindig a negatív dolgokkal foglalkozik, és mint művész azt próbálja visszatükrözni, és inkább megerősíti, az egy ilyen helyzetben teljesen vákumba kerül, míg az, aki a szépet kereste, lehet, hogy ilyen idétlen, meg naívnak tűnik a másik oldal részéről, meg idealistának ezek a szerencsétlenek, ahelyett, hogy komoly dolgokkal foglalkoznának, ilyen lila ködökben úsznak, de ezek a lila ködök feltöltik az ember szívét, lelkét, és adnak egyfajta hátizsákot, ami egy ilyen időszakban, ami a mostani, életmentő. Ugyanis el vagyunk szakítva a leglényegünktől, a közönségtől, a visszaigazolástól, a koncertektől, az energia halomtól, ami árad felénk a közönség részéről, és most bizony elmagányosodtunk, és ehhez kell az a fajta erő, az a fajta pozitivitás, vagy az a fajta zsák, ami ha van, akkor oké, ha nem, akkor baj van. Egy nagyon érdekes fonalon rugoztam, kimondtad, hogy mindenki ugyanazt a képet, itt van egy kép például, nézegettünk, és az egyik azt mondja, víz van a pincébe, ki kéne szivacsúzni, ez az ő valósága. Igen. A másik azt mondja, hogy úristen, van egy kis fény, ahova fölemelkedhetek, és ugye a víz mindennek az alapja, tehát hogy összehozni ezt a világképet, teljes egészében a másik csak a fényt látja, nem is látja a lépcsőt, nem is látja a pocsolyát, a mocsarat, vagy a megtisztító víz, vagy egy mocsár, igen, vagy szennyvíz, tehát teljesen mindegy, más-más valóságok vannak ugyanabból az indítatásból, és amikor, mit tudom én, azt mondják, leültnek öt zongor elé, leültetnek öt embert, oda kiraknak eléd egy virágcsokrot, hogy most teljesen, és erről
kinek mi jut eszébe. Ettől vagyunk csodálatosan mások a embertársaink részéről, de ha folyamatosan csak a szennyvizet látod, és nem a teremtés vizét, akkor sajnálatos mindig ott fogsz ülni, és nagyon jó el tudod klampálni a víz összetételét, majd most kottán beszéljünk. Vagy az, hogy ebből valami lát, valami emelkedést, és ebből tényleg vissza tudsz egy olyan dolgot hozni, ami valóban visszaköt a teremtőhöz. Nagyon érdekes az, hogy azt vettem észre, mikor úgy belekerültem a zenei életbe. Nekem nagyon hamar volt erre érdeklődésem, volt egy zenekarunk, egy duó, anno még Cegléden éltem, Odd stúdió volt a neve, és senki nem tudta, mi az, hogy Odd, és mindenkinek el kellett magyarázni. Szóval én nyitott voltam ebbe az irányba, és rá kellett jöjjek, hogy a zenész kollégáim hatalmas nagy százaléka, 80-90 talán, semmilyen mértékben nem nyitott az, most bocsánat, hogy azt kell mondani, úgymond spirituális uh-huh. vagy ezoterikus irányokba. Lehet, hogy azt mondja, hogy hívő keresztény vagy vallásos, de nem igazán látom azt, hogy ezt úgy annak a mélységében élné is. És ezzel mindig nagyon csodálkoztam, és az is nagyon érdekes megélés volt, hogy annak ellenére, hogy megítélnék embereket, de számtalanszor találkoztam avval, hogy csodálatos muzsikát játszó emberekről kiderült, hogy emberileg elég komoly deficitük van, és ezt nem hallomásból tapasztalja meg az ember, hanem esetleg megéri. És akkor rájöttem, hogy nagyon érdekesen van ez az egész dolog kitalálva, hiszen nincs a kettő között párhuzam, miközben mennyire jó lenne azoknak a zenészeknek, akik a 80%-ba tartoznak, hogy ha meg is élnék ezt a fajta, tudatosan is keresnék ezeket a fajta utakat és csatornákat, szerintem sokkal-sokkal jobban kinyílna, és még csodálatosabban játszanának, mint eddig. Ami másik fura dolog, én ezt egyszer már megéltem ezt a dolgot, mert mindannyian 2008-ból ugye jött ez az első válság, világválság, és én jó pár évvel azelőtt találkoztam Balogh Bélával és a CD-vel és a könyveivel, és én elkezdtem azon az úton elindulni, és már sokszor elmondtam, hogy engem az léptetett egy óriásit úgymond fölfelé, vagy lefelé, ezt sose tudjuk, de én azt mondom, hogy fölfelé, és pont utána jött ez a világválság, és én azt vettem észre, hogy teljesen nem logikus döntéseket hozok, tehát ott hagytam a viszonylag jól fizető tanári állásomat, és egy óriási fejest ugrottam a bizonytalomba. Mindenki azt mondta, hogy te meg vagy bolondulva. Tehát most, amikor összeomlik a világ minden... De ez majd dicséret ma már, hogyha lebolondoznak. Hát akkor is azt mondtam, hogy gyerekek, nincs más választásom, uh-huh. akkor alapítottam a triómat, egy kicsit előttem, uh-huh. hanem én most ezen az úton elindulok. És pont ellentétesen mentem a többiekkel. Tehát, hogy az embereknek ment lefele minden, mi nekünk egyre jobban ment felfele, és olyan fajta mindenféle fejlődés volt az életemben, hogy fura volt látni. Viszont ehhez kellett az a fajta, mint amikor van egy verseny, de te már edzettél előtte 3-4 évet, tehát elő vagy, előkészültél. Ha valakit egy ilyen helyzet, mint ez van, mint ez a mostani váratlanul él, akkor nem tudom, hogy mit lehet csinálni. Tehát ha valaki most kezdi el, mindig lehet, de most kezdi el a pozitív gondolkozást, most kezdi el a töltekezést, nyilván az is lehetséges, de azért sokkal könnyebb dolga van annak, aki már úgymond rágyúrt erre a helyzetre, és felkészülten találja egy ilyen rendkívüli, mindenki számára ismeretlen helyzet. Ugye ezt úgy szokták mondani, hogy vannak olyan emberek, akik igazából a nagy válságok idején tudnak kivirágozni, mert már előre tudták, hogy mi lesz, és akkor megmondom össze, hogy én is hasonlóképpen járok, hogy amikor mindenkinek nagyon rossz, akkor én nem érzem rosszul magam most se. Tehát, hogy jó vagyok, Ódról egy kicsikét, nem tudom, hol találkoztál vele először, Gróf Reichenbach Károly 1848-ban írt Ód és Delej címen egy könyvet, és ő nevezte el azt a jelenséget ódikus ódnak, amit utána átvettünk, egy sötét kamrába látókkal figyelte, hogy beültetett egy gyereket, egy idős hölgyet, és a sötét kamrában milyen fény áradt abból az emberből. Hihetetlen, igaz? És ez az ódikus delejezés, egyébként ő találta föl a parafint, mint kémikus, de mint a spirituális körökben erről a ódikus a delejről maradt fönn, és ez ma is itt van közöttünk, csak ezeket elfelejtettük, hogy igenis van az embernek kisugárzása, vannak zseniális technikával élő emberek, egyébként, ha egy kicsit őrült,
akkor ő nagyon jó zenész lehet, de abból tovább kell lépni, tehát onnantól le tudja tenni az egót, az anyagi világot, onnan tud becsatornázni csodálatos dolgokat. Ez nálad hogy működik? Bocs, csak mielőtt erre válaszol, csak most az jutott eszembe, hogy mennyire nehéz ez a kor, amiben vagyunk. Aha. Mondjuk feltételezem, mert egy csomó ismerősöm, hogyha valaki hallja, hogy én most leültem, elkezdte nézni ezt az adást, és azt hiszem, hogy elérkeztünk most ahhoz a ponthoz, ahol egy csomó embernél eltörik a történet, és elkapcsol, mert milyen sötét pince, milyen delej, milyen stb. Valamelyik nap beszélgettem barátaimmal online, nyilván, és szóba kerültek az összeesküvés elméletek, meg szóba kerültek a hiteles források, és rájöttem, hogy atya úristen, hogy mennyire borzasztó nehéz, meg hogy nehéz a mostani helyzet, tehát aki ezen az úton mondjuk járatlan, annak amiről mi most beszélgetünk, vagy amit felhoztál, az nem, hogy teljes képtelenség, hanem mi bolondok vagyunk. És azt hittem, nem néz ilyen tévét, tehát azért meg kiforrott közönség van, akinek az ódikus energia, az hidd el, hogy az nem minket néz. Igen, de én meg a zenébe is mindig, mint jazzzenész azon dolgozom, hogy elérni azokat az embereket, akik még nem, pontosan, de már egy picit nyitottak. Emelni, igaz? És ezért próbálom úgy, hogy normálisnak tűnjünk itt, mert hogy tényleg normálisak vagyunk, csak nagyon nehéz ma átlépni azt a fajta határt, hogy igenis ne kapcsold el, hanem próbáld meg tovább nézni, és megpróbálni elhinni, hogy bármennyire meredek is, amiről beszél az a másik itt ember, lehet, hogy mégis van benne valami, és ez lehet egy út egy teljesen materialista embernek. És amit kérdeztél, hogy mennyire kell őrültnek lenni, meg mennyire, itt is elválnak a muzsikusok, tehát régen azt mondták, hogy vannak az iparosok, meg vannak a művész emberek. A jó iparos az ugye megtanulja, és ötösre, csillagos ötösre meg tudja csinálni azt bármilyen területen, amit tanult, és jön a művész, aki lehet, hogy nem is mindenben tökéletes, de egyszer csak von egyet az ecsettel, vagy lesz egy olyan épület, tervötlete, vagy stb. Itt is elválunk egymástól, és hát igen, én az őrültekben hiszek, csak nekünk azért nehéz a zenében, meg a művészetekben, nem mérhető ez a történet. Én ezért nagyon hiszek a közönségben, és nagyon kell nekem a közönség, és nagyon szeretem őket, mert ott nem igazán lehet hazudni, tehát ha ott elindul egy koncertterembe az energia, vagy a flow, ahogy manapság szokták mondani, és mindenki azt veszi észre, hogy esetleg rossz kedvel érkezett, és mire már a szünetben a mennyekben van, akkor az a dolog működik ott. Azt nem lehet megmagyarázni, nincs oka, én nem tudom elmondani, mi a recept, nincs recept. Vannak receptek, hogy például én a zenekarommal imádjuk egymást, tehát nagyon nagy harmónia van közöttünk, olyan zenét játszunk, amit szívből játszunk, nem érdekből, olyan helyen, ahol ez a dolog működik, és valószínűleg olyan emberek jönnek el, akiket ez érdekel, és ez az egész elkezd dagadni, és elkezdjük egymás között cserélni az energiát, de mindezt valahogy nem lehet tanulni, vagy nem lehet elmagyarázni, ez vagy működik ott, és benne vagy, és minden pillanatban másképp történik. Lehet, hogy az egyik koncerten teljesen ezt kell csinálni, a másik koncerten teljesen azt, de a lényeg, hogy ha ez nincs meg benne, akkor tök mindet, hogy hány zeneakadémiát végeztünk el, unalmas. Tudod, mint a teszem, és mindig el kell mondani, hogyha én Wagnert hallgatok, akkor nekem összeszorul a gyomrom. Tehát félelem. Ha Vivaldit vagy Beethovent az első időszakában, akkor csodálatosan emelkedek. És félelemből is lehet ilyen csodákat létrehozni, amiket Wagner is írogat. Te érted, mit akarok kérdezni? Értem. Hogy itt pontosan, amiről te beszélsz, te felemeled az embereket, ő meg a félelem nyomán összegyűjti őket egyfajta érdekcsoportba, és valamilyen irányba elindulnak. Lásd, Hitler Németország miért szerette túlzottan Wagnert. Érdekes, én azt vettem észre, sokat szoktunk erről beszélni, és én mindig, nem tudom, az általános suliban a lányvédő lovag volt a beceneve, mert mindig volt benne valami, amikor még verték a lányokat. Ott van az a kor, amikor még a fiúk másképp viszonyulnak a lányokhoz, az én időben volt, és akkor durváskodtak ők, nyilván azért, mert tetszik neki mindegy. Én mindig megvédtem őket, bennem van egyfajta ilyen védő dolog a természetemben. És van mondjuk a zenei szakmában, vagy szakmákban is, minden szinten, minden rétegben, aki ciki, aki jaj, erről csak rosszat lehet mondani, stb. És én mindig megpróbálom megvédeni azokat, akiket mondjuk a jazzisták, vagy a klasszikus zenészek cikiznek. Mert azt gondolom, hogy a közönség, ha már rezgésről, zenéről és rezgésről beszélünk, mindenki megtalálja azt, ami éppen most neki
vagy jól esik, vagy kell, vagy kiegészíti. Tehát oda és megy, amire szükség van. Igen, és aki felhoztad Wagnert, akinek éppen az kell, oda megy. Bachhoz más megy, a jazzhez más megy. Aha. Mulató zenét más hallgat. Nyilván vannak átjárók, de ezt azt vettem vissza a zenei fejlődésben, vagy a hallgatói fejlődésben, ez pont olyan, mint a spirituális fejlődés, hogy lassan-lassan mész főfele, most nem akarok, teteve már minősítek, mész át egy másik irányba, például egy csomóan nem szeretik a jazzt először, vagy a klasszikus zenét, aztán szép lassan, ahogy érnek, úgy, vagy változnak, úgy áthangolódnak, és akkor már taszítani fogja őket a régi zenéjük rezgéseim, valahogy ezt látom, tehát hogy mindenki megtalálja magáénak valót. Nagyon érdekes, egyik lányom jutott eszembe, aki zenész, hogy nem sokat beszéltem még, hárfázik, hegedűzik, stb. És én imádom a jazz hallgatni az autóba, és megyünk együtt, és meg ott csak ücsörök, mondom, mi van veled, drágám? Azt mondja, tudod, az a bajom a jazzel, hogy nem lehet lekotázni és leírni. Tehát, hogy nem visszaismételhető, ahogy egy Bachot azért nem szeretik, hogy ugye ez az őfajta kis, bocsánat, művészi rökhözkötöttségük, hogy nagyon szeretik azt, precízen jól lejátszani, és aki a jazz szeretni, az pontosan a szabadságot és a változatosságot szereti az életben. Hogy is van ez? Hát a jazz, azt kell mondjam, hogy az életnek a leképezése. Uh-huh. Tehát nálunk akkor jó, hogyha az adott pillanatban tudsz lenni, és mész arra, amit az adott pillanat mond. Abban az adott pillanatban benne vannak a zenésztársaid, benne van a saját hangulatod, a közönség, minden, de leginkább egy felső irányítatás. Aha. Nem egóból megyünk arra, tehát ahogy amikor ott volt, azt mondom, hogy ott van a közönség, nem azért játszom azt, mert megpróbálom kitalálni, hogy neki majd mi tetszik, hanem csak ő is benne van ebben a nagy energiahalmazban. Én ha jó, akkor azt játszom, ami jön. Ez nagyon furcsa és megfoghatatlan, főleg egy klasszikus zenésznek, hiszen ő pontosan azt játsz, ami le van írva. Én ebbe belepusztulnék, és ezek szerint ők tisztelt a kivételnek, meg abba ebbe az őrült kockázatba és bizonytalanságba pusztulnak bele. Most nálunk minél kockázatosabb dolgokba mész benne, annál inkább a jó úton jársz, csak ez valahol nagyon nagy stressz is, és de hát közben tök ugyanez az élet, hogyha ha változtatni akarunk, vagy olyan az igaz útunkon akarunk menni, akkor improvizálnunk kell, és nagyon sokszor merni kell más úton menni, vagy hallgatni arra a hangra. Én egy csomó olyan döntést hoztam az életembe, ami az előbb is mondtam, hogy kiléptem a biztosról, mert éreztem, hogy ez nem az enyém. Vagy emberekkel szakítottam, mert azt éreztem, hogy már nem fullaszt a dolog, ugye? Igen. És akkor mentem, pedig baromi sok pénzt vesztettem ezek miatt, a lépések miatt, de szerencsém van, hogy nagyon érzékeny vagyok, mert én nem tudtam volna elviselni. Egy csomó ember... Bekötést, igen. Igen, egy csomó ember az egész életét leéli úgy, hogy most nézzük végig a fontos tényezők az életedbe. Mondjuk, mindegy a sorrendiség, végez egy olyan munkát, amit gyűlöl, de nem mer lépni, meg jó is keres vele esetleg, és remélő, hogy elröppen az a 25 év a nyugdíjig mindjárt, és akkor kibírom. Az emberek 90%-áról beszéltél, most folytatjuk. Együtt él valakivel, akivel nem működik a dolog, lehet, hogy sosem működött, mert már eleve érdekből ment a történet, az még egy aspektus. Olyan helyen él, ahol nem szeret élni, olyan emberekkel találkozik, akikkel nem szeret, mert stb. Mi maradt, könyörgöm? Itt jön az, hogy én ennek a töredékét sem bírnám elviselni, mert béna vagyok, mert nagyon érzékeny vagyok, és ilyen értelemben puha. És ez milyen szerencse, mert egyszerűen lépnem kell, mert nem bírom elviselni ezt a tudatot. Na most, aki kemény, annak meg máshol fog kiütközni ez a... Egy daganatba például. Hát igen. Uh-huh. Ez nagyon érdekes, mert ez egy világarculatot rajzoltál most le, hogy egész életünk nagyon sokunknak a megalkuvásról szól, és ugye a lélek nyelve a betegség, hogy egy közkeletű mondattal folytassuk ezt a dolgot, mindenki eldönti, hogy mi éri meg neki. Tudod, valamikor utolsó pillanatban jön rá, hogy úristen, nem ezt kellett volna csinálni, menjünk vissza a zene irányba. Az járt a fejembe, hogy egy Stradivárit megfog egy őstehetségtelen ember, és a kottákat gyönyörűen játsz rajta, hogy egy olyan őrült veszi a kezébe azt a Stradivárit, és egy ugyanabból a zeneműből, ami egyébként egy fix leírt kotta, teljesen egy elragadó zeneművet tudott létrehozni, vagy egy zongoránál, tudom, hogy millió zongorákról is lehet itt. Hogy éritek ti meg ezt zenész világban, hogy ez Stradivárin, lehet, hogy egy ócska
Ócska Hegedűn is csodát tudsz előadni, és valaki ezt a divári nem tudja ugyanazt visszaadni, amit lelkesedésben, meg szeretetben oda tudsz adni a zenében. Hát itt megint nekem a zenei műfajok rangsorjút eszembe, ugyanúgy, mint ahogy az életben, hogy hajlamosak vagyunk kasztokba beletenni magunkat egóból, és vagy országok szintjén is rangsorolni, magunk alá tartozónak tekinteni országokat, embereket, vagy zenéket. Szóval amikor ott a mezőn 150 évvel ezelőtt, vagy akárhányal ezelőtt Áron bátyám megfújta azt a sípot, vagy azt a furuját, és az összes világ fájdalmát beletette, akkor ott 5 hang többet ért, mint az előbb említett zeneakadémiát végzett, szuperképzett embernek egy egész órányi játéka. De ugye rettenetesen nehéz ezt megítélni. Én ezért mindig tűzzel-vassal megyek a sznopság ellen, mert ez sokszor provokálom is. Mi Bartókot dolgoztunk fel, Beethoven dolgoztunk fel jazzbe, ami eleve már egy bizonyos aspektusból szentségtörés, hiszen hogy nyúlhatunk mi ezeknek az embereknek az életművéhez, és nagyon sokszor szoktam, hogy mondjam, provokatívan beszélni, lebélabázom a Bartókot, vagy nem tudom, csak pont azért, hogy beszélgessünk őszintén, szerintem ez egy másik kulcsszó még, amit nem mondtunk ki, hogy miért ne lehetne kimondani a világba dolgokat, hogy én nem szeretem Bartókot, vagy milyen jó fej volt a lány az, hogy kimondta, hogy ez neki nem. A legártalmasabb dolog szerintem, amikor most maradjunk a mi területeknél, valaki beül a zeneakadémiára, megveszi a bérleteit, csak azért, mert, vagy az operába, aztán még jó példa, csak azért, mert kell járni az operába, és illik járni az operába, még a lehetőségét is elveszi magától, hogy megszeresse esetleg, mert már az attitűd rossz. Én komolyan, hogyha az operába szerintem egy hazugságvizsgálat betennénk az ajtóba, ott nagyon sokszor besípolna. Sok barátot szeretél most. Hát, nem sokkal jobb, akkor inkább olyan dolgot csinálni, ami élvezet, mert akkor az föl fog engem emelni, és lehet, hogy 20 év múlva szeretni fogom az operát. Na most ezért csináltuk mi, ezért is a Bartókot, mi imádjuk, de kicsit meg akarjuk mutatni, hogy ez milyen jó. Úgyhogy nem tudom, hogy válaszoltam-e a kérdésed. És most jön a VNTV 20 forintos kérdése. Ugye mondod, hogy nagyon sok fantasztikus egyéniség van, és én imádom Havasi Balázs, imádom Szentpéteri Csillát. Nem akartam Csillát. Kimondani a Balázs nevét. És én nagyon szeretem, ahogy te játszol. És ezek a hegyek találkoznak, egyszer ez a három ember leülne három zongorán, hogy miért lehetetlen ez ma, hogy szerintem a Balázs is ismeri a Csillát, szerintem a Csilla is fantasztikus, nagyon nem azon a helyen van, ahol lehetne, rád ugyanezt szeretném elmondani, tudom, hogy imádnak, szeretnek, de sokkal több ember ismerhetne. Egyszer egy ilyen koncertet el tudnátok képzelni, amikor... Simán lehetséges. Valószínűleg azért nem találkozunk, mert azért mindenki eléggé szuverén történet, és én azért tök jó példát mondtam, mert most erről jelent meg Effe konkrétan cikk is, ami meg videó, ami ebben foglalkozik klasszikus zenei körökből, és azt gondolom, hogy mindenki hát jó lenne egyéniségnek lenni. Tehát óriási érték szerintem ma a világban, mindig is az volt, de most már még inkább ebbe a uniformizált világban, hogyha valaki egyéniség. Csak ez egy nagyon nehéz út. Mert ha nem tartozol a csoportba, nem tartozol a nyájba, hanem elkezded a saját utadat járni, és ez a recept mondjuk még be is jön, akkor ez eleve gyanús, eleve hát irigylésre méltó, vagy érted, hogy fogalmazom. Értem. Tehát nehéz ez a történet, de... Hegyek ritkán találkoznak, és ezzel így... Nem is, tehát hogy nagyon, nagyon különböző utakat járunk, de el tudom képzelni, hogy ez a dolog összejön, de annyira mindenki speciális hármunk közül, hogy... De hát ki tudja. Megmondom, miért jutott az eszembe egyébként, ugye, mert mindenki söpörgessen a saját háza tájékán, hogy Magyarországon is van egy pár felemelkedett, nem mondanám, hogy mester, de felébredt, és önmagát megvalósítani tudó spirituális ember. És ezek nagyon ritkán vannak együtt. Tehát, hogy
ugye miért a zongoristán kérem számon, hogy ők nem jönnek össze, amikor a spirituális emberek pont most ebbe a vezetőknek össze kéne állnia, és nem a spirituális egót, hogy ki a nagyobb meg ki, hanem együttesen valami olyat kiadni az embereknek, amit lehet követni. Külön-külön mindenki ki saját szemétdombján elmondja a véleményét, de pontosan az összefogásra óriási dolog módon szükség lenne, ha már egy spirituális tévébe jöttél egy spirituális adásba, és valószínűleg a zenészekről visszacsatolva azonnal megkérdeztem, hogy hogy érint ez engem, vagy minket. Ugyanez ez a dolog megvan, hogy más-más, de hogyha egy a fény, ami felé tartunk, akkor össze kéne nekünk is tartani. Teljesen igazad van, és eszembe jut az én példám nyilván, hogy igen, én azt választottam, hogy olyan emberekkel vettem magam körül, akikkel mi hasonlóak vagyunk, és a szívünkből együtt tudunk működni. Ez nem csak a zenekarom tagjai, hanem úgymond még a sofőrsrác, természetesen a menedzser, koncertszervező. Aha. Csak szeretetes emberekkel. És ez egy védelem. Aha. És nekem erre szükség. Én nem vagyok olyan erős, aha, még, aha, hogy ide bekerülhessen olyan, aki nem ilyen. Viszont ezzel a fajta szeretet gömbbel merek bemenni olyan, vagy vállalni olyan feladatokat, vagy elmondani, hogy igen, nekem kutya bajom a Havasi Balázssal, ez nálunk nagyon komoly kijelentés, mert ez kell nekem kell a csapat, én nem is vagyok szóló ember, de teljesen igazad van, hogy össze kéne állni, de kicsit úgy látom, hogy ma ez az eldurvult kor, akár csak a zenei szakmában is, annyira elhatárolja egymástól az embereket, hogy nem tudom, hogy egyáltalán lehetséges-e. Tehát én sokat gondolkoztam például, bocsánat, ez egy más téma kicsit, de mégsem, hogy ez a magyar történet, hogy miért, és most már a világ történet, hogy szakadt ennyire ketté. Régen csak a magyarokról gondoltam, most már látom teljesen egyértelműen ezt a törésvonalat az egész világban, hogy tudnám én ezt kezelni. Ugye mindig arra gondoltam, hogy össze kéne hozni az embereket, de egyre inkább azt látom, hogy ezen a szinten, a hétköznapi szinten, ahol most élünk, ez gyakorlatilag szinte lehetetlen, mert már ez már majdnem egy háború, tehát annyira mást gondolunk a napi történésekről, vagy aki nem spirituális, az annyira nem spirituális, hogy nagyon, aki most, csak politika ennyi, aki jobboldali, az annyira jobboldali, hogy biztos, hogy nem baloldali, miközben egy másik szinten nincsenek az egésznek értelme. Én pont ezért szeretem a zenében ezt a fajta megélést. Van egy nagyon kedvenc képem, a közönséget szoktam mindig fotóztatni, mindig hívunk fotóst, és mindig mondom, hogy nagyon sok képet szeretnék a közönségről koncert közben. Tehát én akarom látni, sose láthatom, mindig a billentyűkkel vagyok elfoglalva. És van egy, ahol röhög mindenki, valami poén volt két szám között, és vagy együtt énekeltünk, éppen nem tudom, és két egymás mellett lévő széken ül két ember, egy férfi és egy nő, és én tudom, hogy az egyik szélsőségesen ilyen gondolkodású, a másik meg szélsőségesen teljesen más. Egymásra néznek, érted? És boldogan felszabadultan nevetnek, szerencsére nem tudják egymásról a részletek. Én tudtam, hogy azon a szinten nem csak zene, hanem ezen az érzelmi magasságon eltörlődik ez az összes konfliktus, úgyhogy lehet, hogy ezen a szinten nem lehet megoldani a meccen. Na és ezért próbálunk mi, nem fogalmaztam így meg magamnak, de minél többször létrejön a koncertterembe ez a dolog, lehet, hogy ők egyszer három évvel ki fog derülni egymásról, hogy másképp gondolkoznak, és nem fogják csípőből elutasítani a másikat, hiszen emlékezni fognak arra a pillanatra. És azt gondolom, és ezt eltad nekik, illetve az emlékezni. Hát igen, minél több ilyen pillanat van, annál nagyobb az esély arra, hogy találkozunk. Tudod, miről beszélsz, amikor az elme szintjén háborúznak, és te meg fölemelted a szívtérbe azt az érzést, amit ők ott meg tudtak osztani, és ott meg nem volt különbözőség, ott egyek voltak. És igazából ez a nagy titok, hogy mindjárt egyek vagyunk, tehát mindjárt Isten gyermekei vagyunk. Te is egy darab, én is egy darab, aki nagyon utál, de ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy ha te így gondolkozol, folyamatosan te abban a szeretett térben jössz, mész, és egyszerűen azok, amik egyébként anyagi szinten azt mondják az ember, úristen, milyen borzasztó, ezek el se érnek hozzád, mert abban a térben, ahol te élés, ez nem egy olyan fajta burok,
ami másokra ártalmas lenne, hanem az a burok, ami a szeretett térben hozod meg a döntéseidet és a cselekedeteidet. És ennek a térnek kéne kiteljesedni, mint amikor zenélsz, és ők egymásra nevetnek, mert ott a szeretett térben nincs már ego, és nincs jobb, meg bal, meg anyád, igen, meg a tét. És ez az egyetlen egy megoldás, ahova el kéne jutnunk, hogy fönnmaradjon az emberiség. És ezt látod, ezért most megmutatkozik, hogy mennyire borzalmasan fontos a művészet. Tehát, hogy mit tudja ezt létrehozni? Igen, ha nagyon jó energiatérben, nagyon jó emberekkel beszélgetünk, létrejöhet ez. De ahogy azt mondod, hogy valaki nem néz VNTV-t, az meg oda sem megy. De talán a művészet az pont az, az előző példa jól mutatja, hogy nagyon különböző emberek képesek oda menni az a forráshoz, mert érzik, nem fogalmazták meg soha, ők a szép zenéért mennek, vagy a feltöltődésért, de ha nekik esetleg ezt elkezded magyarázni, hogy szívtér meg, stb., abban a pillanatban fordulnak hátra. Tehát, hogy nehéz, mert verbális szinten ez egy csomó embernél kiüti a biztosítékot, miközben ettől függ az élete, csak még nem tudja. Ilyenkor szoktam előadásokkor elővenni Masaru Emotónak a képeit, és megmutatgatom, hogy a szeretett tér milyen vízkristályt csinál, igen, már pedig nagy részünk víz, harag, gyűlölet mit csinál a testedben, és akkor el lehet dönteni, hogy melyik irányba mész el. Tehát jó, de mi van, azt mondja, hogy ez hülyeség. Tudod. Majdnem Nobel-díjat kapott, csak meghalt idő előtt szegénykém, és ezt tovább, igen, kéne vinni. Ráadásul, és ez most nagyon összefügg, hogy mi elég sokat beszélgettünk. Háromszor hívtam el Magyarországra, barátság alakult közöttünk, és mindig azt mondta, hogy figyelj, ti magyarok, nagyon vigyázzatok minden kimondott szavatokra, gondolatokra, mert a vízkristályon sokkal karakteresebb képeket hoztok létre, amit én fotózok, mint bármilyen más nép nyelvet. És akkor ugye elhallgattam ezt, de ez így igaz. Tehát az a zene, amit Bartók vagy Kodály, most tök mindegy, szereted vagy nem, de amit dominánsan megcsinált, és azok a vízkristályok, ami ennek a zenének a hatására létrejönnek benned, na ez határozza meg a fizikai és mentális állapotodat is. És a gondolat ugyanúgy ezeket a vízkristályokat létrehozza, haraggyűlölet vagy szeretett térbe hozod magad, és ha sokat élsz a gyűlölet térbe, akkor hamarosan megbetegszel és elpusztulsz. És a szeretet, amikor ráébredsz a mindenható szeretetnek az energiájára, akkor egyszerűen ezek feloldódnak. Csináltam is egy filmet, karácsonykor majd bemutatjuk nektek ezt a filmet, amit a vízüzenetet címmel Masaru Emotóval készítettünk ezelőtt 10 évvel. Ez lesz a karácsony ajándékunk. De az a lényeg, hogy ennyire egyszerű a dolog. Tehát, hogy ha meg tudod valósítani magad, szeretetérben élsz, akkor minden problémád meg fog oldani ebben a mostani világban is. Jelenti. Ezért szeretném a minél többen. Igazából jó, mert hogy mondjam, próbálom én már nagyon régóta megtalálni az útját annak, hogy tudnánk minél több emberhez eljutni. És tudod, az a furcsa, hogy ilyen sztereotípiák kapcsolódtak dolgokhoz. Tehát ahogy régen én azt hittem, hogy minden szegény ember jó fej, meg a gazdagok meg nem, stb. Ugyanígy kicsit ezt vettem észre, hogy például aki sikeres, az általában gyanús, és valószínűleg meredek úton jár, vagy félrejár, aki pedig nem sikeres, hanem nem érti meg senki, az például a művészetben általában még komoly értéket is tud képviselni. Na most én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem nincs így, sőt, nagyon-nagyon jó lenne, hogy azok a fantasztikus zenék, azok a fantasztikus alkotások, bármilyen művészeti tárgyról is legyen szó, vagy csoportról, minél több emberhez eljussanak. És én nagyon örülök, hogy 10-valány évvel ezelőtt egyszer pont a weblapomat, az első weblapomat egy spirituális ember készítette, aki tökre nyitott volt ebbe az irányba is, meg abba az irányba is. És emlékszem, például eljutottunk oda, hogy na, akkor a díjaidat azt hova tegyük, és mondom, szó se lehet róla, hogy az én díjaimat fölírjuk, nem. De miért nem? Hát mert nem, hát ez álszerint, vagy nem, engem ez nem. És akkor azt mondja, gyere, üljünk le. És elmagyarázta, és eljutottunk, és lehet, hogy most fel fognak horkanni a bibliai érték, de eljutottunk oda, hogy akinek van, annak adatik, akinek meg nincs, attól az is elvétetik, ami nincs neki, vagy ami volt neki. Tehát, hogy elmondott egy példát, azt mondja, figyelj, péntek délután van, bennül micike az irodába, a titkárnő egy cégnél, és bejárzik a főnök, hogy a holnapi rendezvényre lemondta a sztárfellépés, micike gyorsan szerezzen egy
egy újabb fellépőt. Fogalma sincs a zenéről senkiről, gyorsan elkezdi túrni a netet, és mit néz, hát hogy ki mit ért el, ki kivel játszott, ki mit csinált, stb. És akkor megtalálja azt, ahol jó sok díj van, és nem azt jelentem, hogy nem azt akarom mondani, hogy ez ettől érték, de hogy ez egy értékjelző, majd meg fogja őt hívni, mert ez egyfajta biztosíték számára, és aztán ez a dolog elkezd spirálba menni, tehát kiírjuk a díjaimat, elkezdek ezen az úton járni, elkezdek sikeres lenni, még többen csatlakoznak ezekhez a dologhoz, még följebb jutok, és aki a másik úton jár, csak azt veszi észre, hogy nem igazságos, mert akiknek sikeres, azok egyre sikeresebbek lesznek, nyilván több pénzük lesz, stb., míg ő egyre lejjebb megy, és ebből a következtetés az, hogy ez a hiúság útja, ez az ego útja, ez nem jó, az pedig az igaz út, és mennyire kár, hogy ők nincsenek hívva, ők el vannak nyomva, miközben senki nem csinált semmit, se elnyomás, se hívás, se nem hívás, hanem egyfajta gondolkodás. És eredménye ez az egész, és bocs, hogy ilyen hosszan mondtam, csak akkor megértettem valamit, és amikor én még tartok kurzus, vagy tanítok, akkor mindig próbálom elmagyarázni a most kezdő fiataloknak ezt az utat, hogy minél több emberhez eljuthassanak, mert annyira tragikus, amikor jó dolgok, jó gondolatok, szép dallamok, szép zenék 20-30-40 emberhez jutnak csak el, miközben gazdagíthatnák azt a teret, amiről az előbb beszéltél. Nem tudom, hogy értető volt-e, vagy nem volt-e túl zavaros. Szeretném kiegészíteni, hogy azt mondják, hogy a spirituális embernek mindig szegénynek kell lenni, tudod, mert attól. Most erre mindig azt mondom, hogy a spirituális ember, ha nem tanul meg teremteni, például szeretetteret, vagy például anyagi javakat, úgy, hogy ne okozzon más embernek ezért kárára, akkor ez nem igazából jó spirituális ember. Ott jön a dolog, amikor már teremtettél valamit, hogy azt mire használod fel. Ugye? Tehát abból építed az egódat, vagy bármidet, vagy egy olyan célra, hogy mit tudom én, ingyen konyhát működtetsz, vagy csinálsz egy kis tévét, ahol az embereket eléred másik gondolkodása, úgy, hogy közben nem szólhatnak ezért rád, nincs főnököd, nincs senkid, szabad akaratból arra költöd el, amire akarod, és hogyha én nem tudnék teremteni, akkor sose jutok el ide, hogy én ezt megtehessem. És ez az üzenet egyébként sokszor, ha miben segítsük a VNTV-t, nekünk hál' Istennek nem kell segítség, ti a környezetetekben, a zenész környezetben, mit tudom, milyen helyen vagytok, tegyétek meg azt, amit kaptatok a Jóistentől, osszátok szét egy részét az emberek között, hogy ne az, hogy megegyék, hanem emelkedjenek, és lássák, hogy van egy olyan út, ami követhető. És ez igaz a zenészre is, meg igaz a spirituális emberre, de a spirituális zenészre ugyanúgy, hogy összekössem a igen, de ez még mindig valamilyen nagyon meredek, tehát válláspont. Tehát ez az ő problémájuk. Persze. Ugye ott volt a virágcsokor, amit három zongorista elkezdett, igen. Vagy három festő. Kinek mi a valósága? Én az ő valóságáért nem vállalhatok felelősséget, csak a sajátomért. Hogy én hova jutok el, mit teremtettem abból, mit kezdek, na az én felelősségem. Az meg az ő felelőssége, hogy most ez irigyszerítélek rám, vagy rád, vagy ez elindít benne egy olyan dolgot, amivel tud tovább menni, ez már egy teljesen más kérdés. Ebből is látszik, hogy még mennyit kell tanulnom. De is sokat. Igen, csak az ember jó szándékból próbálná nyomni a dolgot, miközben minél jobban nyomod annál. Jobban eljön, mondjuk, igen, ezért. Tudom. Tudom. Hagyd megtörténni. Te a kis világodat azt éljed, ez a világ egyre jobban ki fog terjedni, mert látják, hogy nézd ez a Peti, sose kiabál senkivel. Nézd milyen szeretetteljes a kollégáival. Nem azt a világot éled, amit ma elvárnak. Hogy a farkas törvények alapján fogadjuk. Nem, nincs ilyen. Az én világom abban az van, amit én gondolok, és hogyha ezt tiszta szívvel gondolom, az tökéletesen megvalósul. Na ez a tudatos teremtés. És pont. Úgy legyen. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, mert ebből az aspektusból nagyon kevés emberrel tudtam én ezt így átbeszélgetni. Nagyon sok zenész ismerősöm van, de azért ideig nem jutottak el, mint te. Köszönöm, és időre én szeretnélek elvárni, és ha egyszer összehoznád ezt a hármast a Havasival, akkor meg a Szentpéterivel, akkor szóljál, boldogan ott lennénk mi is. Köszönöm. Önöknek is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, önök VNTV-t, Mi van a Tudat televíziót láthattatok, viszontlátásra.